Dr. Kis Robert Richard, Prima Primissima díjas újságíró, a rendszerváltás után elsőként készített egyórás dokumentumműsort a szerencsejáték függőségről, Játék életre halálra címmel. A cím azt jelentette, hogy áldozatai is voltak a függőségnek? Teljes mértékben a játék életre halálra nem csupán egy rendszerváltás utáni izgalmas blikfangos cím volt, hanem valóban voltak olyanok, akiknek a lakásuk, akiknek a mindennapi megélhetésük veszélybe került, vagy akár el is úszott, hiszen mindent feltettek a szerencsejátékra, és a szenvedélyük miatt tönkrementek, és bizony ez tragédiához is vezethetett. A rendszerváltást követően bizony egyfajta szabadságként élték meg azt, hogy elmehetnek már mindenféle izgalmas étterembe, vendéglátóhelyre, ott beledobálhatják a pénzeket a csillogó-villogó automatákba, és megvan a nyerésnek az esélye, úgyhogy rengetegen voltak olyanok, akik nem tudták megállni a dolgot, és megkapták a havi fizetésüket, juttatásukat, oda mentek és beszórták különböző gépekbe, mert hogy a függőség főleg ezeknél a gépeknél alakult ki. Mekkora hatása volt egy ilyen műsornak? Akkoriban még a Magyar Rádió és a Magyar Televízió volt a médium, nem volt a kereskedelmi televíziók, és a kereskedelmi rádió is a Magyar Rádiónak volt a Danubius rádiója, úgyhogy minden egyes akkor megjelenő műsornak volt hatása. Nyilván nem szabad sem lebecsülni, sem túlbecsülni egy egyórás dokumentum műsort, de az kétségtelen, hogy rávilágította a figyelmet arra, hogy létezik ilyen probléma. És akkoriban még azért korán sem kezelték azt olyan szinten, mint ahogy manapság, hiszen ma azért mi is itt vagyunk, tehát biztos, hogy odafigyelnek rá a különböző szervek, hogy ezeket az embereket figyelmeztessék, ezeket az embereket kezeljék, hogyha kell, segítsenek nekik, hogy a túlzásba vitt szerencsejáték ne okozzon súlyos tragédiát. Akkoriban még ilyen nem volt, akkor még mindenki azt mondta, hogy hát felnőtt emberek majd megoldják maguk a dolgukat. Előfordultak ugyan segítségek, de korán sem olyan szervezett szinten, mint manapság. Emiatt aztán sorsok mentek tönkre, családok mentek szét, mert egész egyszerűen a családfő például volt olyan példa, hogy elverte a pénzét teljes egészében, és mindent beledobált játékgépekbe, nem tudta megállni ezt a dolgot, elragadta a hív, és nagyon komoly problémákat okozott ez. Mennyiben érintette a fiatalokat? Nagyon nagy mértékben a fiatal felnőtteket, hiszen 18 év a korhatár, a fölött viszont mindenképpen sokan kipróbálták a játékokat, a legkülönbözőbb szerencsejátékokat, és azt kell mondanom, hogy azért itt mindenképpen nézzük meg azt, hogy valaki egészségesen kipróbálja a szerencsét és szerencsejátékot játszik. A tapasztalatom a műsor készítésekor is az volt, hogy az, hogy valaki játszik, az egyáltalán nem probléma, sőt, benne van a játék szó is, hiszen önmagában ez egy nagyon komoly izgalmi faktor, hogy nyerek-e éppenséggel, és ezzel semmilyen probléma nincsen. Itt a probléma a túlzással van. Ez a túlzás egyébként nem minden játéktípus esetében alakult ki. Én azt tapasztaltam, hogy például Lotto és Totó esetében, ugye akkoriban még a Totó volt a nagy sláger, most már Tipmix és a hasonlók, akkoriban ez volt a sláger, és ott nem alakult ki függőség komolyabban, mindenki örült annak, hogy kitöltheti a szelvényét, hiszen ezek már nagyon régi játékok, a rendszerváltás előtt is mindenki játszotta, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy szórakozás is, nem pusztán vágy arra, hogy majd meggazdagodjunk, és annak a beteljesülése. Ugyanakkor a különböző automaták, a kaszinók megjelenése nagyon sok embert arra sarkalt, hogy minél több pénzt itt feltegyen, és hát voltak olyanok, akik nem tudták megállni. Nagyon sokan voltak a fiatalok közül, akiket elragadott ez, és 18, 19, 20, 21 éves gyerekekkel találkoztam mindenféle játékbarlangban, automatás helyeken, beszélgettem velük sokat, és hát elképesztő élmény volt, mert tényleg feltették a keresetüket, anyukájuktól kértek, tehát egyfajta drogként működött ez a dolog. De hogyha belegondolunk, most például itt vannak a számítógépes játékok, hát nagyon sokan egész egyszerűen nem tudnak abba hagyni egy játékot, és megállás nélkül játszanak a fiatalok a különböző játékokkal, és hogyha éppen nem tudunk egy következő szintet ugrani, akkor elvonási tünetünk van. Tehát a játéknál is kialakul egyfajta játékfüggőség. Ez gyakran megfigyelhető. A telefonfüggőség is kialakult. Hát hányan vagyunk olyanok, akik képtelnek anélkül megmozdulni, hogy a mobiltelefonjukra pötyögnének.
Nagyon sokszor azt látjuk, hogy 18-19 évesek a villamoson, a metróban egy percre sem tudják letenni a telefonjukat, a telefon nélkül szinte megállna az élet. Tehát ezek is okoznak függőséget, a telefonfüggőség, a játékfüggőség és a szerencsejátékfüggőség, azok ugyanott gyökereznek. Tehát ez bizony nagyon komolyan érintette már akkoriban a fiatalokat, és úgy gondolom, hogy most is a fiatal felnőtteket nagyon komolyan érinti. Azért is fontos, hogy most már komolyabban foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hiszen oda kell arra figyelni, hogy megtanulják a fiatalok azt, hogy bizony lehet szerencsejátékot játszani, sőt, van annak egyfajta romantikája, van annak egyfajta izgalmi faktora, nyerhetnek is, csak meg kell tudni állni. Tehát amikor elmennek valahova és azt mondják, hogy ők most szerencsejátékot játszanak, mondjuk elmennek egy kaszinóba, akkor X mennyiségű pénzt eljátszhatok, mert szórakoztat, mert jó környezetben vagyok, mert ingyen van az ital, de meg kell állni annál a pénznél, amit meghatároztunk, akár nyeresben vagyunk, akár éppen vesztésben vagyunk. Hát ez például egy nagyon fontos faktor az egész dolognak, hiszen akkor élvezzük a dolgot, és nem az történik, amit azért a műsorban leírtam és tapasztaltam, hiszen azért nagyon extrém esetek is voltak. Én személyesen is ismertem egyébként egy olyan televíziós műsorvezetőt, meg hát ismerek most is, aki például Mercedes-szel járt, és aztán olyan sokat járt a kaszinóban, hogy utána Kispolszkira kellett, hogy válson, és mindenkitől kölcsönkért, és aztán ezek már oda vezettek, hogy hát igazából szinte veszélyben volt az élete egy időben, és ezt maga is elmondta egyébként, hogy egyszerűen nem tudott ellenállni, tehát nem tudott mit csinálni, szinte remegő kézzel, de tette fel a zsetonokat. Játékgépezőkkel, rengeteggel készítettem interjút, rengeteggel beszélgettem, hozzátartozókkal is, és hát elmondták, hogy már mindennel próbálkoztak szinte, de nem tudták megállítani a családfőt, aki szépen dobálgatta a pénzeket ezekbe a pénznyelő automatákba. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatalok megtanulják azt, hogy hogyan lehet jól játszani, és hogy tényleg ne alakuljon ki ez a fajta függő. Náluk. Egyébként szerte a világban nagyon sok helyen jártam, és bizony sok helyen tapasztaltam, hogy előfordulnak ilyen függőségek. Azokon a riportalanyokon, akik szerencsejáték függők voltak, észrevette valami külső jelet esetleg, mint például más mentális betegségeknél, például zavarodottság vagy idegesség? Sok esetben igen, de nem is például azt emelném ki, hogy amikor ezt a dokumentumműsort készítettem, akkor miket tapasztaltam, mert tényleg a játékautomatáktól megrészegülő emberek sokaságával találkoztam, de van egy másik eset, amit egyébként nem is Magyarországon, hanem Las Vegasban láttam. Egy kínai fiatalember szerencsejátékot játszott, odament, és idegesen, remegő kézzel, szinte mindenhova hatalmas zsetontornyokat felrakott az összes számra. És hát nem kell ahhoz matematikus zseninek lenni, hogy lássa az ember, hogy lényegében nem tudott nyerni, mert lehet, hogy bejött valamelyik szám, amire felrakott egy kisebb tornyot, de olyan sok helyre rakott zsetont, hogy szinte biztos volt, hogy előbb-utóbb elveri a pénzét. És mégis kényszeredetten mindenhová rakosgatott, mindenféle szisztéma nélkül látszólag, gyöngyözött a homlok, a verejtékezett, és lehetett látni, hogy ő bizony itt minden pénzét el fogja verni, amíg ezt teheti. Tehát vannak ennek bizony külső jelei is, azt tapasztaltam, és kétségtelen, hogy ez már túlmegy egy egészséges, izgalmi állapotom. És ön szerint mit lehet ez ellen tenni? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szakemberek segítsége. Adott esetben fontosak az ehhez hasonló műsorok és rendezvények, az, hogy tényleg mindig odafigyeljenek ezekre a dolgokra. Nem véletlen ez a 18 pluszos határ is, hiszen 18 fölött már mindenki a maga ura, és látszólag szabadon garázdálkodhat a játéktermekben, vagy mindenféle szerencsejáték barlangban, de mindenképpen szólni kell nekik, nevelni kell őket, azokat, akik előtt feltárul a szabadság, hogy tudatosan a saját erejükből próbáljanak meg ez ellen küzdeni. Mint említettem, lehet persze szakember segítségét is kérni, sokszor a család kéri, azt tapasztaltam, hogy már azt mondják, hogy hát Józsinak kell valami kezelés, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát van külső segítség is, de egy kicsit belül is rendbe kell, hogy tegyük magunkat. Mert egyébként játszani jó. Tehát én magam imádom Las Vegas-t, Atlantic City, így hívják azt a városkát, ami New Yorknak lényegében a szerencsejáték városa, oda mennek az emberek hétvégenként, én is sokszor kirándultam itt, amikor New Yorkban tevékenykedtem.
De az is biztos, hogy meg tudom állni. Tehát lottózom is minden héten, és úgy gondolom, hogy kísértem egy kicsit a szerencsét, hát ha bejön, izgulok a sorsoláson. Ezek pozitív, feltöltő dolgok. Tehát igazából nem azt mondom, hogy ne játszunk, hanem azt, hogy igen, játszunk, a szerencsejátékokat próbáljuk ki, élvezzük annak az örömét, hogy esetleg nyerünk, hiszen azért, hogyha valaki sokat játszik lotton, akkor előbb-utóbb legalább egy kisebb nyeremény, de biztos, hogy haza fog vinni. Ezek nagyon szép dolgok. Csak ne vigyük túlzásba, és akkor nem lehet baj.